Piacképes tudást, kiszámítható karriert és folyamatos fejlődést keresel? Válasz IT szakot bármelyik hazai főiskolán vagy egyetemen. Az IT a jövőd. Találkozzunk online az edukáció kiállításon. Az IT a jövőd. Tarts velünk a részletekért! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki az edukáció kiállítás online változatában meghallgatja az előadásomat, amelynek tárgya programozd a jövőt, legyél te is informatikus, miért fontos az informatikus pályát választani. A pályaválasztás mindig egy nagyon nehéz feladat, hiszen az egész életünket befolyásolja. Azt, hogy milyen munkában érezzük jól magunkat, az, hogy mennyit keresünk, hogy van-e elég kreativitás abban a munkában, elég kihívás. És egy egész életen át szeretnénk valamilyen munkát végezni, azt most kell eldöntenünk. És persze néha korrigálhatunk a későbbiekben, az alapvető döntések mégis itt és most születnek. Ez tehát egy nehéz feladat, de én most azt mondom, hogy soha nem volt annyira könnyű pályát választani, mint most. Hát, hogyha megnézzük, hogy miről szól a világ, ami körülöttünk van, miről szól az összes ágazat a mezőgazdaságtól, az orvostudományon keresztül, az iparig, minden a digitalizációról szól. A digitalizációval foglalkozni kifizetődő, jövőálló, izgalmas, kihívásokkal teli dolog. A jövőt az informatikusok írják. A hazai GDP több mint ötödét közvetve az informatika állítja elő, óriási jelentőségű területről van szó, mégis azt látjuk, hogy nagyon sok informatikus hiányzik erről a területről. Miért jársz jól azzal, hogyha informatikusnak mész? Nagy valószínűséggel könnyedén találsz munkát. Ez nem csak a következő néhány évre vonatkozik, amikor elvégzed az egyetemet, hanem évtizedeken át mindig lesz igény informatikusokra, és ez az igény egyre nőni fog. Ne felejtsük el a vonzó munkakörülményeket. Azt gondolom, hogy kiváló dolog egy kényelmes, megvilágított, ergonomikus munkakörnyezetben dolgozni, egy olyan munkahelyen, ahol szabadon játszhatsz, hogyha kedved tartja, mert az informatikai cégek pontosan tudják, hogy a legjobb ötletek játék közben jönnek elő. Ahol tudsz pihenni, ahol lehetőséged van a home office-ra, nagyon sok munkahelyen ez elképzelhetetlen. De az informatikai munka az olyan jellegű, hogy akár a héten több napot is otthon tölthetsz. Természetesen ez egyfajta rugalmasságot is jelent más oldalról, tehát nem válik el élesen a munka és a szabadidő világa. Sok esetben te otthon éjszaka fogsz dolgozni, viszont napközben megtervezheted más módon a szabadidődet. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy rugalmas, szabadidőbeosztással járó munkáról beszélünk. Egyáltalán nem szabad elfeledkeznünk a kiváló kereseti lehetőségekről. Gyakran elmondjuk, hogy egy kezdő informatikus akár bruttó 750 ezer forintot kereshet, sőt, az adattudósok esetében akár már egy kezdő fizetés is megközelítheti az 1 millió forintot. Ahogy időben haladsz előre, néhány év gyakorlattal, külföldi tapasztalattal, startupos előzményekkel egyre nő ez a fizetés, különböző munkakörökben a 1,5 millió forintos informatikus fizetés egy teljesen megszokott dolog, különösen akkor, hogyha egy vezető, fejlesztő vagy. És mi kell ahhoz, hogy informatikussá váljál? Én azt gondolom, hogy sokakban kérdésként merül fel, hogy vajon alkalmas vagyok-e arra, hogy az informatikával foglalkozzam a jövőben. Az első és legfontosabb, hogy csapatjátékos legyél. Gyakori az a tévhit, hogy az informatikus az egy szobában, sarokban ül, egyedül a gép fölé görnyed, és nem is beszél másokkal. Ezzel szemben a valóság az, hogy nagy projekteken sokan dolgoznak együtt, és mindenki rá van utalva a másik eredményére. Folyamatosan kommunikálni kell, folyamatosan meg kell beszélni, meg kell vitatni a fejlesztési folyamatot. Hát mindenképpen csapatjátékosnak kell elsősorban lenned, az állásinterjún is elsőként erre kérdeznek rá a HR-esek. Nagyon fontos a logikus gondolkodás.
Sokan attól tartanak, hogy kiváló matekosnak kell lenniük, tulajdonképpen matek zseninek. Ez egyáltalán nincsen így. Számolási feladatokat mindenképpen megoldják a gépek. Igazából egyfajta szemléletmódra, egy logikus gondolkodásra van szükség, az algoritmikus gondolkodásra, ami azt gondolom, hogy nagyon sok embernél kifejleszthető, akkor is lehetsz jó programozó, hogyha nem vagy kiváló matematikus. Nagyon fontos a kreativitás. Ezen a területen az új ötleteket mindig értékelik. Mindenki azt szeretné, hogyha olyan termékkel állna elő, amit eddig még nem csináltak meg. Tehát valami új és egyedivel. Nagyon fontos, és itt jön be a női programozóknak a világa. Egyre több női programozó talál állást, és egyre nagyobb az igény a női programozókra. A nők ugyanis sok esetben másképp látják a felmerülő problémákat, sokkal érzékenyebbek például a design, a felhasználói élmény kérdései iránt, és kifejezetten sikeresek tudnak lenni a nők az informatika világában. Nagyon fontos a nyitottság. Ez az a terület, ahol sok esetben nem lehet azt mondani, hogy valami rossz, csak egy olyan ötlet, amit még ki kell dolgozni, ami még tovább kell dolgozni. Ez a fajta nyitottság is az informatikai szektornak sajátja. Az angol nyelvtudás fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy az angolra szükség van, de nem kell attól tartanotok, hogyha még most nem tudtok olyan szinten angolul, akkor is nekivághattok ezeknek a tanulmányoknak. Az angol egyetlen más területen sem fog annyira ragadni rátok, mint az informatika területén. Tehát fontos, hogy legyen egy jó angol alap, de ezt követően az angol tudásotok villámgyorsan fog fejlődni, hiszen minden, ami az informatikában tudnivaló megvan, az angolul érhető el leginkább. És milyen szakok közül választhatsz? Nagyon fontos, hogy számos helyen oktatnak informatikát egyetemi és főiskolai szinten, 9 budapesti és 14 vidéki intézményben. A 4 alapképzési szak jelenleg a mérnöki informatikus szak, a programtervező informatikus szak, a gazdasági informatikus szak és az üzemmérnök informatikus szak. Ezek közül 2 hétféléves, 2 hatféléves. Azt gondolom, hogy ezeknek a szakoknak a részleteiről érdemes mindenképpen programozdajövőt.hu, valamint a felvi.hu weboldalát megnézned. Az alapképzések után természetesen lehetőséged van arra, hogy mesterképzést végezz, és ott mindenkit arra buzdítunk, hogy végezz el a mesterképzést, és aki teheti, még a PhD-ba is kezdjen bele. Nem lehet eléggé hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy minél magasabb szinten űzöd ezt a pályát, annál többet tudsz keresni, és annál inkább nélkülözhetetlen lesz a tudásod, annál kevésbé tudják helyettesíteni a te tudásodat más, akár indiai programozók tudásával. A mesterképzés keretében az alábbi szakokra specializálódhatsz. Autonóm rendszerinformatikus szak, gazdasági informatikus szak, mérnöki informatikus szak és orvosi biotechnológia szak. Valamint, és legutolsó sor, ezt ne felejtsük ki, programtervező informatikusnak is tanulhatsz a mesterképzés keretében. Ezek voltak tehát a legfontosabb tudnivalók. Én azt gondolom, hogy ezek alapján érdemes tovább nézelődni, tovább informálódni erről a pályáról. Hogyha sikerült felkeltenem az érdeklődésedet, keresd fel a www.programozdajövőt.hu weboldalt, valamint a felvi.hu weboldalt. Ezeken az oldalakon számos további érdekes információt tudsz megszerezni ezzel a pályával kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet! Érdekel az IT? Ebben tanulnál tovább? Jó helyen jársz! Programozd a jövőt! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.